Megtanultam reménységet tekinteni azokra, akik a reménytelenségből érkeztek. A Nagydobrény gyermekotthon az egy kincses sziget, kincses bánya itt Kárpátalján, és nagyon nagy szükség van arra, hogy az államinternátusok mellett legyen egy olyan fajta irányvonal, ami egészen mást képvisel, hogy nem csupán a gyermekeknek a testi megőrzése, vagy az, hogy ne kerüljenek bajba, vagy bármi ilyesmi, hanem legyen egy lelki oldal, egy olyan vonzata, ami valójában tovább tudja őket segíteni abban, hogy az életben majd boldogulhassanak, beépülhessenek a társadalomban, ne érezzék magukat kirekesztve. Azért is különleges a mi gyermekotthonunk, mert nálunk egyáltalán nem számít az, hogy ki milyen nemzetiségű. Nekünk csak egy valami számít, hogy ő egy gyermek, aki megmentés előtt áll, és nekünk feladatunk van vele. Vannak olyan gyermekeink, akik ukrán nemzetiségűek, és amikor itt elkezdenek felnőni, akkor megtartják az anyanyelvüket, de mellett megtanulják a magyart is. Ki tudod rakni neki? Nem. Segítsen. Szedjük ki belőle. Na, koncentrál, tessék. Ő is koncentrálkozik. Na, keresd, keresd, nézd. Zenete. Az. Ez. A felépítő. Ügyes. 16 évvel ezelőtt jöttem először Kárpátaljára, és mostan 17. éve a Magyarországi Református Zsinat Irodán keresztül. Itt lett teljessé az életünk, úgyhogy megérkezett Fülöp. Gyermekáldásra vártunk 7 évet. Sajnos nekem a betegsége miatt nem lehet vérszerinti gyermekem. Nagyon sok nehézségen, betélésen, lombik beültetéstől kezdő, de mindenen részt vettem. A lányoknak nagyon nehéz volt ezt megmagyaráznom, hogy miért nem tőlük jön haza valaki. Amikor megtörtént a betélésem, akkor Debrecenben voltam, mert ott lettem rosszul, akkor az egyik lányom küldött nekem egy SMS-t, amiben azt írta, hogy tudjuk, hogy most maga nagyon sír, és magának ez nagyon fáj, de tudja meg, hogy 76 gyermeke várja itthon. Az volt ez a pillanat, amikor akkor éreztem először azt, hogy én már anya vagyok. És amikor Fülöp hazaérkezett, a lányok mindent összeszedtek, ami csak volt, és ez nagyon fontos volt, hogy ő az ő kisöccsük. Úgyhogy amikor megyünk valahova, és megkérdezik, hogy van-e gyerekem, akkor mindig el szoktam mondani, hogy én a Guinness Rekordok könyvébe készülök. Konkrétan nekem van aktuálisan ennyi lányom, meg egy szemfiam. Két évvel ezelőtt a gyermekotthon mellett a egyházkerületünk püspöke felkért, hogy egy helyettesítő szolgálatot végezzek a Csapi Református Egyházközségben, amíg a nyugdíjba vonuló lelkész után nem tudnak egy utánpótlást küldeni. Számomra nyilvánvalóvá vált, hogy különböző réteg alkalmakat még meg kell nyitni a gyülekezeti tagok előtt. Ezért jött létre az ifjúsági óra, ahol tényleg több mint 20 fiatallal tudunk együttműködni. Hetente létrejött egy női kör, amelynek a neve Hazatalálók, és ami kuriózum, az a felnőtt konfirmáció oktatás. Én
azt érzem, hogy nekem most még itt helyem van, a szolgálataimra szükség van, nem azért, mert olyan jól csinálnám, hanem azért, mert minden nap van egy megújítás, minden nap van egy új lehetőség arra, hogy valami újba kapaszkodva próbáljunk az ittenieknek segíteni, a kárpátaljai magyaroknak. Biztassuk és bátorítsuk azokat, akik még itt maradtak, mert az egyháznak nemzetmegtartó ereje is van, és nekünk erre azért rá kell építeni, hogy évek múlva, évtizedek múlva is elmondható legyen mondjuk, hogy piros-fehér-zöld csap és magyar föld, hogy még laknak itt magyarok.